Na hello, sziasztok, mi újság, bocs örgésért, akartam prezentálni, hogy nagyon-nagyon furcsa, <laughs> nem is tudom, hol ezt az egészet, hát Keeper csinált magának egy ilyen stúdiót, amiben talán egyel igényesebben tudunk majd videózni, mint eddig. A koncepció az volt, bár nagyon nem látszik, az nagyon-nagyon bánom, hogy ezek igazából Tetris alakzatok, olyan polcokat csináltam a munkahelyemen, és gondoltam, hogy így a háttérbe berakom, és azba látszani fognak ugye különböző dolgok, amik annyira nem látszanak, úgyhogy még lehet, hogy változni fog, és a segítségeteket is szeretném kérni ez ügybe. Na, annyit akartam mondani, hogy ugye van egy Keeper feliratunk, ami, ami egyébként így meg van világítva, különböző színekkel, éppen amilyennel akarjuk, de egyébként valószínű, hogy ilyen kékes, kékes színű lesz. A, amiért megcsináltam többek között ezt a stúdió stúdiót, hogy ezt e, tudom most már konzisztensen fényelni, tehát mindig ugyanaz a, ugyanazok a fényhatások fognak lenni. Amit egyszer beállítok, az mindig úgy lesz, és akkor egyel igényesebb lesz minden. E, igen, ja, azt akartam prezentálni, azért álltam mögöttem, hogy ezek a ezek a, ezek, a polcek, ezek ilyen tök messze vannak, vagy a falasz tök messze van tőlem, de ezt nem adja, ezt nem adja vissza sajnos egyébként, amikor ilyen e, videóban e, videóban látszik. Ott egy kicsit az illesztés nem valami, nem, valami, nem valami egyenes. Na majd ezeken még módosítok, de ötleteket várni várnék leginkább, hogy szerintetek mit lehetne még csinálni. Azt nagyon bánom, hogy nem látni bele a, a, polcokba rendesen, de mindenképp ugye egy ilyet úgy érdemes megcsinálni, hogy a teljesen különvilágítjuk meg a hátteret, és teljesen különvilágítjuk meg azt a személyt jelen esetben engem, aki ugye a videós. Mivel ugye valamilyen szinten egy elkülönülsz a háttértől, ezt most webkamerával veszem, de be fogom izítani a. a a Sony alfámat is, amivel jobb minőségű videókat is tudunk majd készíteni. Hogyha esetleg csinálunk valami unboxingot, vagy éppen beszélgetünk, vagy akármi történik, akkor, akkor igényes videókat tudjunk készíteni. Mi a véleményetek, hogy jó lett ez? Sajnos tényleg nem látszik, hogy ez, ez egyébként ez egy ilyen négyes, tudjátok a hosszú alakzat. Ez itt egy ilyen, egy ilyen csak sajnos csak nem látszik rendesen. Az meg egy ilyen ellolakult, tudjátok, az az ellolakult. Úgyhogy itt raktam egy csomó dolgot, a szemfülesek észrevehetik, hogy mik azok. Ott egy egér, ott egy loda, ott egy váltógom, ott vannak kis autók. Ott meg van egy napszemüveg, meg ott van a ladak, ladakönyv is, meg egy csomó minden érdekes dolog, de majd ide fognak kerülni különböző. Különböző érdekességek, na, remélem, hogy tetszik. Nyugodtan írjatok véleményt, hogy mi az, ami nem jó benne, mi az, amit esetleg lehetne módosítani. Arra gondoltam még, hogy még esetleg megvilágítom a hátteret két oldalról egy kicsit jobban, hogy bele lehessen látni a polcokba is, hogy uh, igazú nem az a legfontosabb nyilván, de azért több bírom az ilyen jellegű háttereket, amik így élnek így, így külön, külön is. Uh, szerintem nagy divat volt a... a a green es háttér egy időben, ugye, még mindig nagyon sokan használják, és nagyon sok előnye van, de én nagyon-nagyon szeretem az ilyen jellegű ö, videótartalmakat, én, én személy szerint nem mint videós, hanem úgy, mint néző, ahol ö, van egy ilyen ö, háttér, és ott fel érdekességeket. Na, nyugodtan írjatok, hogy mi a szar, mi a fény rossz, mi a nem jó. Tudom, hogy ez egy webkamera most, ez annyira nem jó képet nyújt, de fogunk, ö, fogunk használni mást is. Egyébként ma végeztem, vagy ö, tegnap óta csinálom, hát körülbelül rászántam már tizen-sok órát a polcok elkészítésén kívül, hogy meg a betűk elkészítésén kívül. Ezek nem ugyanazok a betűk, mint régebben voltak, de ö, ugyanaz a betűtípus, ugyanaz, a, ugyanaz ö, nagyjából. Egyébként ez az egész ez így. Ö, jaj, 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 a lámpába beleütötte, bocsánat! <laughs> Igen, ja, egy örülök neki, remélem hogy, remélem, hogy tetszik. Arra gondoltam, hogy ha már ennyien vagyunk, és, és ö, ilyen sokan ö, Kedvelitek a tartalmaimat, akkor kutya kötelességem, hogy egy icipicivel minőségi tartalmakat próbáljak meg elkészíteni. Na, szóval ennyi lett volna. Nyugodtan írjatok véleményt, ez nem arról szó, hogy azt csak azt írjátok, hogy tök jó lett, hanem az, hogy ez nem jó, ezzel csinálj valamit, ezzel kéne még valamit csinálni, mert ez így nem jó. Mert ez, ez, ez konkrétan ez egy ilyen ö, konzisztens, végleges ö, projekt, háttér és ö, ilyen, Elrendezés, csomó minden nem látok, itt vannak fények, itt is vannak fények, itt is van itt fény, hátul ugye is van fény, úgyhogy minden. minden. Szóval így, így most ez sikerült, így berendeztem. Szándékos egyébként, hogy sötét felület legyen a fal, és világosak legyenek a polcok, világosak legyenek a betűk, ezek, ezek így így arra gondoltam, hogy ezek így tök jó, nézdek ki. Na, írjatok srácok! Hogy mi a helyzet? hogy jó e! Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Sziasztok!